Most jön a szépítése a dolognak. És ide közben csináltam egy ilyen mintát, jó, hogy most itt tartunk, és akkor megmutatom, hogy mennyiféle módon lehet csinálni, jó, attól függ, hogy milyen eszközöd van otthon. Az egyik, amit akartam mondani, hogyha bizonytalan vagy abban, hogy ugye látod itt a fotón azt, hogy hány ilyen kis, hol vannak a pirosak, hol vannak a narancsárgák, vagy vannak ezek a kis hosszú virágok, és bizonytalan vagy abban, hogy te ezt most hova rakjad föl, hogy lehet az, hogy veszel egy színes ceruzát, vagy egy fehér ceruzát, bármit, és erre a sötétre te elő tudod magadnak most rajzolni, hogy hol vannak azok a kis virágok, amit szeretnél, vagy itt tudom én, hol vannak a lila foltok. Tehát ezeket mind be tudod magadnak rajzolni, hogyha, ha úgy érzed, hogy szükséges. Jó? De ha nem szükséges, akkor nyilván neki lehet kapásból állni a festésnek, és ugye, hogy hányfajta módon lehet ezt megcsinálni. De nyomok ki színeket, hogy tudjam mutatni ezen a gyakorlóképen. Ugye beszéltük ezt az ecsetünket, aminek le van vágva, ugye ennek az lenne a lényege, hogy jó drótos legyen, és hogy nyomjuk szét teljesen. És hogyha az a bajod, hogy túl puha a szőre az ecsetnek, akkor lehet az, hogy most az elején belemártod, itt eleve szét trencsítom jól az ecsetet, és most így van, és hagyjuk megszáradni, jó? Tehát, hogy most egy kicsit nem bántjuk, hanem hagyjuk megszáradni, az akrilfesték hamar beleszárad. És akkor, amikor már egy jól megkeményedik rajta a festék, és jól megszáradt is a szőre, és így szanaszét áll, akkor majd jól fogjuk tudni használni. Jó? Tehát, hogyha az van, hogy puha az ecseted, és nincs otthon ilyen sörte ecset, akkor megkeményítjük az ecsetet úgy, hogy most bele, már tud egy kis bármilyen színbe, jól szétrancsírozzuk a végét. Jó? És akkor hagyjuk így megszáradni. Nekem már van egy ilyen szétrancsírozott ecsetem, és akkor ez már egy jó kemény, és ugye majd az lesz, hogy ezzel a kemény ecsettel, ugye ezzel az odapöttyözéssel meg lehet csinálni ezeket a kis virágokat. Teszel a fehér lapra is pöttyöket? Fehér lapra? Igen, mert nem látszik a monitoron, a nagyon sötét az alap, hogy néz ez ki. Így jó? Tehát így néz ki. Aha. Jó? Nem csak a virágokat tudjuk megcsinálni vele, hanem majd így fogjuk megcsinálni a bokroknak a végét is, hogy itt lesz ugye a nagyon sárga, itt lesz benne a kékes, a tompa zöld, jó? Tehát az egészet ezzel a technikával tudjuk megcsinálni. Ezzel tök jó. Jó? Minden, ami távol van, itt a háttérben, ezek, amik itt hátul vannak, ezt lehet ezzel a technikával csinálni, ami előrébb van, ami itt vannak virágágyás, meg itt. Oda már bele kell nyúlnunk majd ecsettel, mert ott sokkal jobban látszik, a nagyobb foltokban vannak a virágok. Tehát oda majd bele kell nyúlnunk a nullás ecsettel, és konkrétan meg kell rajzolni, vagy meg kell festeni egy-egy szirmot, mert közel van hozzánk, és jobban látjuk. Jó? És egyébként ezekbe a pöttyözésekbe is majd bele lehet menni a nullás ecsettel is, tehát lehet ezzel is csinálni. Lehet az ecset sarokkal is csinálni, ennek az ecsetnek a sarkával, tehát ezzel is tudunk így dolgozni. És ugye lehet a késnek a hegyével is, tehát hogyha van otthon késed, akkor lehet késsel is. És ugye mindig, minél változatosabb egyébként, ugye ez azért nehéz ez a kép, mert ugye természeti elemek vannak rajta, és hogy ne legyen túl szabályos. És a szabálytalanságot az úgy tudjuk visszaadni, hogyha sokféle eszközzel is csináljuk. Tehát mondjuk egyszer késsel, egyszer belenyúlunk a, mit tudom én, a kés, vagy a sarok sarkával, meg belenyúlunk ezzel is. Jó, tehát ezeket fogjuk váltogatni. Aztán itt van fű, ezek a rövid fű. Ezt, akinek van ilyen legyező ecset, az csinálhatja egy legyező ecsettel, mert akkor ugye a füvet azt nagyon gyorsan oda föl tudja pakolgatni. Jó pici mozdulatokkal. Azt is felteszed a fehérre, Léci. Aha. Jó, egész füves. Erre jó a sörte legyező is? Igen, igen, sőt, sörte jó. És ezzel is tudjuk csinálni egyébként. Csak ugye nem széleset fogok vele csinálni, hanem ugyanúgy az élét nyomom rá, és piciket húzogatok. Ezzel is tudok fűhatást elérni. Látod? Tehát ez is jó hozzá. De ugyanúgy jó hozzá ez, amit eddig használtunk ecset.
Ezzel is meg tudom csinálni. Jó, tehát, hogy bármelyik ecsettel, amit van otthon. Oké. Okay. Jó, tehát, hogy bármelyikkel meg tudjuk csinálni. És akkor maga a képnek a titka az az, hogy akkor fogunk tudni jól dolgozni, hogyha előtte kikeverjünk sok-sok színt nagy mennyiségben. Úgyhogy szerintem csináljuk meg a színkeverést.